Advent időszakában a metodista gyülekezetben játszóházat rendeztek a gyermekek számára. Évtizedek óta foglalkozunk gyerekekkel az egyházban és a pécsi gyülekezetben is. A játszóház gondolata olyan körülbelül 15 évre tekint vissza, és ennek az egyik célja, hogy kicsit több időt töltsünk a gyerekekkel, ugyanis a vasárnap istentisztelet keretén belül gyermekistentisztelet is van, és ott 45 perc áll rendelkezésünkre. Ez nagyon kevés idő ahhoz, hogy a gyerekekkel többet foglalkozunk, és ezért nagyon fontos, hogy a játszóházban több óra, 2, 3 vagy 4 óra rendelkezésünkre. A központi témája a játszóháznak egy bibliai történet, énekek, énektanulások és kreatív foglalkozások. A kreatív foglalkozások mindig a bibliai történethez kapcsolódnak. És nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek minél kisebb korban megismerik Jézus Krisztust, és a keresztény hit világnézetükké váljon. Nagyon fontos az, hogy a keresztény hit segítségével egész másképpen látják a világot, a világban zajló eseményeket, a másik embert és saját magukat is. És szeretnénk így a gyerekekkel még többet foglalkozni, hogy olyan gyerekek is megismerik az Úr Jézus Krisztust, akik nem hallottak még soha róla. Tehát a játszóháznak a második célja, hogy barátokat, ismerősöket, szomszédokat, vagy az utcában lakó gyerekeket is meghívjuk erre a játszóházra, és elmondjuk nekik egyszerűen, érthetően a bibliai történetet. Nagyon-nagyon szeretünk a gyerekekkel foglalkozni, és látjuk évről évre, hogy fejlődnek, mindig újabb dolgokat tanulnak meg, jobban megjegyzik az aranymondásokat, az énekeket, és most is így volt ez, hogy a tavalyi éneket is kérték, ami a tavalyi adventi játszóházban volt, megtanultuk a tavalyi játszóházban, és azt mondták, hogy azt is énekeljük el most is. És nagyon örültünk neki, hogy teljesen tudták, pedig hát egy éve nem tanultuk ezt, vagy nem ismételtük ezt az éneket. És nagyon örülünk ennek, hogy van ez a lehetőség, és mindannyian elkötelezettek vagyunk abban, hogy a gyerekekkel foglalkozunk. A játszóház alkalmából egy történet is elhangzott. Miről szólt ez a történet? Idén egy különleges kalendárium segítségével mondunk el egy igaz történetet arról, hogy Jézus a megígért szabadító, akit a zsidók sok száz éven keresztül vártak, míg végül az első karácsonykor megérkezett. Józsefnek és Máriának egy népszámlálás miatt Betlehembe kellett mennie, de ott csak egy istálóban kaptak szállást. Itt szülte meg Mária Jézust. Ez az istáló arra emlékeztet, hogy Isten ilyennek látja az életedet nélküle. De van remény, mert Jézus kész beköltözni az életedbe és megszabadítani. Egy távoli országban csillag jelezte bölcseknek, hogy valóra vált a profécia Betlehemben. Azonnal elindultak, és Heródes udvarában keresték azt, aki örökké uralkodik. Heródesnek eszeágában nem volt lemondani a trónról, ezért elhatározta, hogy megöli Jézust. A csillag végül elvezette a bölcseket a gyermekhez, Istenként imádták, mert hitték, hogy Jézus a megígért szabadító. A bölcsek végül nem tértek vissza Heródeshez, Isten megóvta a fiát, mert Jézusnak el kellett végeznie azt a feladatot, amiért lejött a földre. Emberré lett, tökéletes ember volt, ugyanakkor ő volt a láthatatlan Isten képe. Példát adott nekünk, ő mindig mindent úgy tett, úgy gondolt és úgy cselekedett, hogy az Istennek tetszett, amiben Isten gyönyörködött. Mégis hazug vádak alapján halálra ítélték és keresztre feszítették. Jézus meghalt a kereszten, de Istennek pontosan ez volt a terve, mert ő a világ bírája megmondta, hogy a bűn nem maradhat büntetés nélkül, a büntetés pedig halál. Egy bűntelen személynek kellett elhordoznia az ítéletet. Isten őt sújtotta mindnyájunk bűnéért, így lett Jézus a megígért szabadító. Jézus meghalt, de nem maradt halott, hanem a harmadik napon feltámadt, és most a mennyben él és uralkodik. Elküldte a Szent Lelket, aki minden embernek a szívében él, aki hiszi és vallja, hogy Jézus az ő szabadítója és ura. Talán nem is gondoltad, hogy ennyi mindenről szól a karácsony. Az emberek egy gyenge Jézuskát emlegetnek, mert nem tudják, hogy Isten egyszülött fia, Jézus, a megígért szabadító, aki ma is él. Szeretettel köszöntöm a tévénézőket, a televízió nézőit. Ebben az évben
különös gondolatok jártak fejemben a vallásügyi törvénnyel kapcsolatban, és sok minden foglalkoztatott. És nagyon kutattam, hogy az elkövetkezendő évre Isten mit is fog nekünk majd mondani, hisz minden évben egy jeligét választunk, az egyház, illetve az evangélikus útmutatóban mindig található egy olyan jeligé, ami az egész évre kihat. És olyan jó volt ebben az évben találkozni ezzel a csodálatos igével, amit Pál apostol kap a megpróbáltatások idején, ugyanis az apostol egy nagyon súlyos körülmények között él, mert az ő testében egy tövis adatott, és szeretne ettől megszabadulni. Ez egy betegség lehetett, vagy nem tudjuk pontosan mi volt, de lényeg az, hogy háromszor könyörgött Istennek, hogy vegy el tőle ezt a tövist. Az Isten kétszer hallgat. A harmadik alkalomra az Isten körülményei nem változtat az apostolnak, csak mond neki egy drága gyöngyöt. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Megdöbbentő volt számomra, amikor olvastam a 2012-es évre való jeligét. És ehhez a mi egyházunk választott egy másik igét, amelynek egy ének alapján választottuk ki, és ez egy nagyon fontos üzenetet hordoz, így szól ez az üzenet. Az egyháznak csak Jézus a fundamentuma. Három dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, mint újévi üzenetet. Az első így szól, hogy elég neked. Milyen jól szólít meg bennünket az elkövetkezendő évre ez az ige. Nekünk elég. Milyen nehéz megtapasztalni ezt az üzenetet, hogy elég. Hisz minden arról szól, hogy kevés, kevés, elégedetlenség, minden tele van ez a világ ezzel az elégedetlenséggel, és most azt üzeni nekünk Jézus Krisztus, nem könnyű körülményekről beszélve, hogy elég néked. Kedves televízió néző, hadd mondjam magának is, önöknek is, hogy elég az, amit Jézus nekünk adni akar a kegyelemből. A második nagyon fontos üzenet, hogy neked az én kegyelmemre van szükséged. Nem ad mást elégséget, nem találsz máshol megelégedettséget, csak a kegyelembe. És ez a kegyelemnek a csodálatos kiáradása Jézus Krisztusban, aki mindenben megelégedettséget ad. És az ember megismerheti azt a csodálatos titkot, amely így szól, hogy elég néked az én kegyelmem. Nyilván, hogy ez az ige és a jövő év is azért arról beszél, hogy nem könnyű év elé nézünk, de szép év elé nézünk, hogyha ezen az igén keresztül nézzük ezt az üzenetet. Ugyanis az igén keresztül nézve egészen más szint, más üzenetet hordoz magában minden, ami történni fog velünk az elkövetkezendő évben, mert azt mondja, hogy erőtlenséged lesz, lesznek próbáltatások, nehézségek, de az, amit én elkezdtem, az célba fog érni, velem, kegyelemből, hitáltal. És olyan jó tudni, hogy emögött az ige mögött, emögött az újévi üzenet mögött, az az Isten áll, aki azt mondta, hű vagyok ígéreteimhez, és olyan jó nekünk személyesen hallani ezt az üzenetet, hogy hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal való élő közössége. Kívánom 2012 évben ennek az üzenetnek az erejét, hatalmát minden kedves néző számára. Amen.